Ez a különleges esemény előzte meg a Pécsi Nemzeti Színház Valahol Európában című május 8-ai előadását. 1 millió forintos adományt adott át a teátrum igazgatója a színpadon a Baranya megyei Vöröskeresztnek és a Pécsi Ukrán Önkormányzatnak. Lipi Zsolt irodájában azt mondta, nem volt kérdés, hogy segíteni fognak a háború elől menekülőkön. Ezért, ahogy ezt már előzetesen is jeleztük, a mai előadásunk teljes jegybevételének nettó összegét, jelesül 1 millió forintot ajánlunk föl az ukrajnai háború elől menekült családok megsegítésére. Én, hogy őszinte legyek, nagyon bízom benne, hogy nem kell, hogy legyen folytatása. Ezt azért mondom, hogy bízom benne, hogy hamar véget ér a háború. És ezek az emberek, akiknek a sorsát átélni nem tudjuk, csak elképzelni, hogy ez mekkora tragédia számukra, előbb-utóbb, de inkább előbb visszatérhetnek hozzájukba. A pénzből olyan élelmiszereket vásárolnak többek között, amikkel egyedi igényeket tudnak teljesíteni. Hetente juttatnak el minden családnak élelmiszercsomagokat, higiéniás termékeket. Ezek között vannak speciális kérések is. Glutén, laktóz, érzékenység ugyanúgy fellelhető, úgyhogy az ilyen egyéb kiegészítő, de szükséges alapanyagokat fogjuk megvásárolni. A pécsi ukránok, ők csütörtökönként tudnak bejönni a Baranya megyei Vöröskereszt pécsi székházába, és ott tudnak ilyen heti tartós élelmiszer csomagot átvenni. Akik pedig vidéken élnek, azoknak a Vöröskeresztes túrajárattal hordjuk ki ezeket a heti túracsomagokat. Baranya megyében 330 ukrán menekültről gondoskodnak. A Vöröskereszt mellett a 2019-ben alakult pécsi ukrán önkormányzat segíti őket. Most az a helyzet, hogy minden menekült számára meg van biztosítva a hely, befogadó családok élnek, és nagyon-nagyon jó éreznek magukat itt most, ami átéltek nagyon-nagyon nehéz pillanatok otthon, Ukrajnába, akkor itt megtaláltak azt a nyugalmát. És napi szinten kapcsolatban vagyunk minden családdal. Kicsit nehéz, mert sokan vannak, de igyekszünk segíteni mindenkinek, ahogy tudunk. Így sikerült már a 330 menekült közül 15-nek munkát találni. A gyerekek pedig iskolába járhatnak, ahol angolul tudnak kommunikálni az osztálytársaikkal, tanáraikkal, tudtuk meg az elnökasszonytól. A családokat magánemberek fogadták be. Pécsen mintegy 110, a megye több településén 220 élnek az Ukrajnából elmenekült emberek.